22 év után játszhat újra a magyar férfi teniszválogatott a Davis Kupa világcsoportjában. Holnaptól az a Belgium az ellenfél idegenben, amely ellen a mérlegünk 5 győzelem és 7 vereség, és amely tavaly döntős volt a sorozatban. Liège-ben kapcsoljuk a 2016. decemberre óta szövetségkapitány Köves Gábor. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is! Gábor, a Nemzetközi Tenisz Szövetség új szabálya miatt ugye hiába lett volna eredetileg Magyarországon a párharc, tavalyi finalistaként a belgák dönthettek a helyszínről. Azt érzékeltetnéd, hogy ez mekkora hátrány ahhoz képest, ha most mondjuk képzeljük el, itthon játszhatnánk? Hát két szempontból hátrány. Az egyik az, hogy jóval több belga néző lesz a mérkőzésen is szurkoló. A másik meg az, hogy természetesen, hogyha hazai pályán játszottunk volna, akkor mi választottuk meg volna a pályaborítást, és hát lehet, hogy a sztárjátékosuknak ez nem igazán kedvezett volna, vagy nem igazán lett volna jó az ő szempontjából lesz, hiszen valószínű, mi salakra vittük volna ezt a mérkőzést, és hogyha esetleg ő nem lenne ott a csapatban, vagy nem lett volna ott a csapatban, akkor akár könnyebb dolgunk is lehetett volna. Így azonban ugye soha nem szabad sopánkodni, hogy történtek a dolgok. Így alakult, idegenben játszunk és kemény pályán, ami azért nekünk sem annyira rossz, hiszen hasonló körülmények között tudtuk megverni a szlovákokat is, de hát itt nagyon sok függ attól, hogy ugye a világcsoportban az ellenféltől teljesen egy, hogy kivel játszunk, ott milyen csapattal állnak ki, és mivel hazai pályán játszanak, illetve hát Goffennek azt hiszem, hogy itt született, és ebben a városban rendezik a találkozót, így ott lesz a pénteki, szombati, vasárnapi összecsapáson. Ha már a nézőket említetted, a magyar szektorba elkelt 150 jegy, de mit gondolsz, holnap délután 2-től telt ház, azaz 4000 néző várhatja majd a meccseket? Nekem azt mondták, hogy nem valószínű, hogy teltház lesz, még úgy sem, hogy Goffin a csapatukban van. Azt tudni kell, hogy a belgák tavaly a döntőt játszották a Davis kupában, és nagy volt a felhajtás. November vége felé volt az előző nagy megmérettetésük a franciák ellen idegenben, és annak ellenére, hogy nagyon népszerű lett a Davis kupa csapatuk, azért ez egy új szezon, elég korán kezdődnek a meccsek, ugye február elejéről beszélünk, és én úgy tudom, hogy nincs teljesen eladva, hogyha szabad így fog. Hamazom ez a mérkőzés, de ettől még nagyon sokan lesznek. Akkor megint egy mi lett volna, ha csak annyit, szerinted itthon most a teniszt övező hangulat okán hány néző lehetne? Hát ezt meg nem tudnám mondani, remélhetőleg nagyon sok néző jött volna ki, és sokan szurkoltak volna nekünk, de hát ezt már nem tudjuk meg, ez az a helyzet, hogy itt az lenne az igazán nagy dolog, hogyha erre sor kerülhetne majd esetleg valamikor a világcsoportban, hogy egyszer végre otthon játszunk, vagy legalább a följutásért persze most otthon játszottunk, de hogyha világcsoportban vagyunk és ott játszunk, az nagyon, nagyon jó lenne, hogyha hazai környezetben tudnánk teniszezni. Nem így alakult, nem szabad emiatt, ahogy mondom, nem szabad emiatt sopánkodni, tehát ez reméljük, hogy majd jövőben majd egyszer sikerül. És milyen a hangulat Liège-ben? Milyen munkát végeztetek el most egy ilyen találkozó előtt, illetve még végeztek el holnapig? Mit gyakoroltatok elsősorban? Hát a szokásos felvezetés egy Davis kupára az, hogy a csapat vagy vasárnap már megérkezik a helyszínre, vagy hétfőn. Most változtattak a szabályokon, és a hazai csapatnak csak 2-től kell rendelkezésre bocsájtani azt a pályát, ahol a mérkőzés lesz. Megérkeztünk már hétfőn ide Liège-be. Marci egy kicsit később jött, mert volt egy kisebb sérülés a lábán, és azt otthon kezelték, egy gyulladás a lábujjai között, de ez már rendben van. Tegnap 100%-osan tudott edzeni. Nagyon jó összhang van a játékosok között, tehát ezzel soha nem is volt probléma a Davis kupában, én úgy gondolom. És hát, hogy mit csinálunk? Hát két edzés van naponta, most például a fiatalabb játékosok, Valkusz Máté és Piros Zsombor éppen nem sokára elindul majd a pályára, és ők 8-tól 9-ig ütnek, még Fucsovics Marci, illetve Balázs Attila majd 10-től 11-ig, utána lesz a sorsolás, a megnyitó az holnap lesz a meccs előtt, tehát egy ilyen felvezető szponzorokkal együtt töltött egy jó fél óra, akikkel fényképeket csinálnak, és hát utána ugye a média felhajtás az elég nagy, elég sok televíziótársaság van itt, illetve hát rádióktól is elég sokan vannak, tehát játékosoktól kérdezhetnek. És hát holnap ugyanez, felkészülés a mérkőzésre, bemelegítés, és akkor utána jöhet a csata a hétvégén.
meglátjuk, hogy hogyan sikerül szerepelnünk. Én bízom abban, hogy hasonló teljesítményt tudnak majd nyújtani tenisz szempontjából a játékosok, mint korábban az előző két mérkőzésen, és hát bízom abban, hogy ez valami jó kis eredményre elég is lehet, bár ugye nagyon-nagyon vastagon ők az esélyesei a mérkőzésnek. Akkor, amit mondtál Fucsovics Mártonról, megnyugtathatsz mindenkit, nem várható, hogy szandában vagy kivágott orrú tornacipőben kell pályára lépnie majd. Hát tegnap kivágott tornacipőben játszott a délelőtti edzésen, a délutáni már nem. Én nagyon remélem, hogy ma reggelre nem romlik ez a gyulladás, és nem fog neki fájni a lába. Még van másfél napja, hogy a mérkőzésre fölkészüljön, és javuljon az állapota. A forma mindkét játékosnál, akik szóba kerülnek majd az egyéniben, jók. Azt még hozzáteszem, hogy volt egy kis dilemma, hogy az utóbbi időben jó teljesítményt nyújtó Piros Zsombi játszon esetleg holnapi napon, de Barázs Attilának teljesen rendbe jött a sérülés, a vállsérülése, és tényleg jó formában van. És tegnap beszélgettünk erről Zsombival és Attilával is, és úgy döntöttünk Kis György Geri edzőtársammal, illetve hát a játékosokkal, hogy Balázs Attila, akinek több tapasztalata van itt, ő fog kezdeni az első napon egyéniben, és Piros Zsombira is esetleg számítunk majd a hétvégén, de ez attól függ, hogy hogyan alakul a meccs. Hát a helyzet az, hogy az is közrejátszott abban, hogy Balázs Attilát játszottam mindenképpen, hogy fedett pályán van a mérkőzés, meg az is, hogy Piros Zsombinak ez lett volna az első Davis Kupa találkozója, és azért elég mély vízbe kellett volna bedobni ahhoz, hogy Goffin ellen játszon. Biztos vagyok benne, hogy örült volna neki, és egy kicsit csalódott azért, mert nem ő játszik majd holnap, vagy legalábbis nem valószínű, ugye még egy másfél nap van, még egy sok minden történhet, de úgy gondolom, hogy mind ő, és mind Valkusz Máté a közeljövőben lehetőséget fog kapni majd a Davis Kupa csapatban. A már említett David Goffin, a belgák éljátékos a Melbourne-ben az Ausztrál Openből hamar kiszállt. Mit gondolsz, inkább rápihenhetett a szülőföldjén rendezett mostani Davis csatára, vagy az a valószínűbb, hogy gond lehet a formájával, tehát elkapható? Hát én úgy gondolom, hogy az Ausztrál Open sem játszott rosszul, ott nagyon-nagyon nagy pehje volt abból a szempontból, hogy egy olyan napon pályára kellett, hogy lépjen, ahol nagyon magas volt a hőmérséklet, és ez nem ízlett neki, szemmel láthatóan hát elcsigázottan játszott azt a mérkőzést Benetto ellen. Én úgy láttam, hogy elég jó formában van, és jól játszik. Ezen a héten, ugye a Davis Kupa héten néha azért az edzők, illetve a kapitányok odaülnek az ellenfél edzésére, és látják azt, hogy hogyan teljesítenek, milyen formában vannak esetleg. Én nagyon jó játékosnak tartom Goffin, nem véletlenül került az ATP döntőbe az elmúlt esztendő vége felé, illetve ott játszott döntőt is. Dimitrovtól kapott ki 3 szetben. Sőt, ugye a helyszínen voltam a Davis Kupa döntőn is, amikor a franciákkal játszottak tavaly november végén, ott tényleg szenzációsat nyújtott, mind a két egyéni mérkőzését megnyerte 3 játszmában, szóval egy olyan játékosról van szó, aki a világ elitbe tartozik. Én nem hiszem, hogy ez az Ausztrál Open teljesítmény neki igazából gondot okozna abból a szempontból, hogy jó formában játszon ellenünk, és hát meglátjuk, hogy milyen teljesítmény, ugye emlőjük, hogy nem játszik olyan jól majd, mint a franciák ellen. Gábor, melyik nap, melyik meccsen fog eldőlni, mit érzel? Hogy kalkulálsz? Hát én reménykedem abban, hogy nem az első nap fog eldőlni igazából a meccs, tehát nekünk az a feladatunk, hogy igazán ott lehet esélyünk, hogy persze nincs kizárva, hogy Goffin nem játszik annyira jól, és ellene is lesz majd esélye esetleg Balázs Attilának vagy Piros Zsombornak. Ha az első nap tudunk nyerni egy egyénit, akkor már esélyt adunk magunknak arra, hogy a folytatásban is oda kerüljünk, de hogyha a papíron nézzük, akkor nekünk az egyénit, az első nap egy egyénit és a párost valószínűleg meg kell nyerni ahhoz, hogy vasárnap ugyanúgy nyerhessünk, mint az oroszok, illetve a szlovákok ellen. Itt még nehezebb lesz, azt kell, hogy mondjam, hogy én abban bízom, igazán abban reménykedem, hogy hasonló teljesítményt nyújtanak a srácok, és remélhetőleg, hogy lesz esélyünk a hétvégén. Kapitányként azt mondnak végül, van-e valamilyen kabalát, szokásod, hiszel-e valamilyen jelekben vagy megérzésekben, akkor majd, amikor akár meccsek közben, illetve az összeállításokat végig gondolva, meg lesz a taktikai lehetőséged?
Hát kabalákban, néha napján az ember, nem tudom, oda egy csíkot húz a pályára maga elé, vagy ilyesmi, és akkor háthoz működik, de azt hiszem, hogy a sportban nem ezen múlik, és remélhetőleg nem kell ilyen dolgokat bevetni a hétvégén. Én azt hiszem, hogy nem ezen múlnak a dolgok. Én nagyon bízom abban, hogy a srácok jól játszanak, és egészségesek lesznek, 100%-osak, és azt hiszem, hogy ennél többet nem kérhetek. Én abban is biztos vagyok, hogy a pálya mellett ott én segíteni tudom majd őket, itt lesz Kucsovics Marci edzője, Sáv volt Attila is, és sok szurkoló, tehát egy ilyen meccsen nagyon fontos a támogatás mindenhonnan, a játékosoknak, főleg idegenben, és hát én azt hiszem, hogy készen állunk arra, hogy jó mérkőzést játszunk, arra, hogy nyerjünk, az majd kiderül, reálisan nézzük, akkor ez elég nehéz feladat, de ott leszünk a pályán, és azt hiszem, hogy ez is egy nagy dolog, hogy a világcsoportban játszhatunk újra. Hát bizony, jó munkát nektek, és hajrá! Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszi szépen!